Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnok öttusázó 2015-ben adott életet Áronnak. A kisfiú halláskárosodással született, de ezt a vizsgálatok csak 2017-ben igazolták. A hallókészülék nem segített, így a család a Szegedi Tudományegyetemhez fordult, ahol a kisfiú megkapta a világ jelenlegi legmodernebb kokleáris implantátumát. A műtétet a fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinika professzora végezte el. Már kisgyermekeken is két oldalon elvégezhető ez a műtét. Gyakorlatilag egy kétnapos hospitalizációval jár ez az egész beavatkozás, utána a gyerek hazamegy, nem szükséges varadszedése. Tehát úgy gondolom, hogy egy igen betegbarát megoldásról van szó. Nehézségi fokba egy ormondul a műtétnél, úgy gondolom, hogy a beteg számára nem súlyosabb, meg szövődmények tekintetében talán még annál is kisebb veszélyekkel jár. A műtét során beültetett implantátum 30-40 évig biztosan működőképes. Áronnak most fokozatosan kell megszoknia, hogy ezen túl a hangingereket is fel kell dolgoznia. Úgy próbálunk vele kommunikálni, hogy szemtől szembe, most jelen pillanatban, körülbelül amit most hall, az éles csattanások, akár például amit már észrevettünk, hogy egy fémkukának lecsapódott a teteje a háta mögött, arra megfordult, és hallott az tapsolások, amit esetlegesen most még jelen pillanatban hall, és hát egyre-egyre, ahogy az erősítések történnek, a hangosítások, egyre több mindent fog hallani, egyre jobban fogja hallani a beszéd hangokat, a suttogásokat is. Áron hallása a műtéttel született meg, így ahhoz, hogy beszélni kezdjen, mostantól 1,5-2 évnek kell majd eltelnie. Szülei azt szeretnék, ha 6-7 éves korában az iskolát már évtársai közt kezdhetné meg, erre a szegedi műtétnek köszönhetően minden esélye meg is van.